Sziasztok! A következő videóban megmutatom, hogy hogyan tudjátok a streamingelést megoldani a Facebookra. Nagyon lépésről lépésre fogom megmutatni, hogy mindenki tisztán tudja ezt látni. Tehát belogoltok a ProRevelage kezelőfelületre, ezt ugye mindenki tudja, és itt bal oldalon van a kályha. Én mindig úgy mondom, hogy ez az a kályha, és innen indulunk ki. Most én már rákattintottam, de még egyszer rákattintok, tehát az első szintű marketing eszközökre rákattintotok, és itt, ha ez lenyílik, akkor ide van téve, hogy konferenciaterem. Erre kell rákattintani, és ez a felület fog megjelenni. Tehát ez a felület fog megjelenni. Először is ugye egy My moderátort kell, tehát egy új moderátort kell csinálni. Ezt most nem mutatom meg, mert ugye az arra egy külön videó lesz. Az a lényeg, amikor már megvan a moderátori és a vendéglink, ugye a felsővel nem foglalkozunk, mert az a régi terem, bár ez is nagyon jól működik, ezt is lehet streamingelni egyébként, de ezt az új HTML5-ös termet, ezt fogjuk most kistreamingelni mindjárt a Facebookra, nem is akárhogyan. Na most a felső az a ti saját kezelőfelületes linketek, a második pedig a vendéglink. Tehát a felső a kezelőfelület, ahonnan majd kezeled a konferenciatermet, az alsó az pedig mindig az a terem, amit ugye meg fogtok adni az ismerősöknek, akiket meg akartok esetleg hívni a terembe, de most tulajdonképpen a Facebookra tesszük ki, akkor ez az alsó link nem is fog kelleni. Tehát az a lényeg, hogy a felsővel megnyitjuk a kezelőfelületet, az alsót pedig egy másik böngészőbe ki tudjuk tenni. Most jelen esetben én már ezt előkészítettem, ugye, hogyha erre rákattintasz, akkor itt fogod találni magad a konferenciateremben, ahol ugye a kezelőfelület van, tehát az a kezelőfelület, ahonnan te indítod a te kis bemutató anyagaidat, a másik linket, tehát most visszamegyek, másik linket, ezt pedig a Firefox-ban nyitod meg, így, mint ahogy én. De itt lehet látni, hogy nem a kezelőfelület van, hanem amit a vendégek fognak látni. Jó? Tehát ezt azért mondom, mert kettőször kell megnyitni a termet. Ez azért lesz fontos, főleg azoknak, akik nem akarnak Facebookra mindenféle dolgot kitenni, hogy ugye vendéglista, stb. Ez az új törvények szerint van, akkor fontos ezt ugye tudni, hogy csak az menjen ki a Facebookra, amit mi szeretnénk. Most ez teljesen szűz még ez a felület, mindjárt felöltöztetjük, csak azt akarom, hogy lássátok, hogy ugye a vendégek, amikor bejönnek majd a teremben, legelőször ezt fogják látni. Te pedig ugye a Chrome-ba, pedig ezt fogod látni, hogy ez a te saját kezelőfelületed. Jó. Akkor most azt csináljuk, hogy ugye le kell tölteni a Facebook Streamert, ezt alapból, hogyha megnyomod ezt a Facebook Streamert, akkor megkéri, akinek még nincs letelepítve, ezt a picike kis programot, ez a Facebook Streamer. Hogyha ezt nem tudjátok letelepíteni, valami oknak fogva nem jönne le, akkor szóljatok, a szponzoroknak is segíteni fognak. Az a lényeg, hogy amikor legelőször bemész a kezelő felületre, megnyomod a Facebook streamert, akkor alapból kiadja, most azért nem adja ki nekem, mert már ez le van telepítve, tehát alapból kiadja, rányomsz a telepítésre, és akkor ki fog jönni ez a kicsike kis kezelő felület, aminek nagyon okos megoldásai lesznek, ma meg fogjátok látni. Jó, ezt most még egyelőre leteszem, és azt fogjuk csinálni, hogy fölmegyünk a Facebookra. Tehát meg van nyitva, azért mondom ilyen szájbarágosan, hogy mindenki értse, tehát meg van nyitva, még egyszer mondom, a Chrome-ba a kezelőfelület, tehát a te saját felületed, ahonnan már irányítod a termet. A vendéglink az pedig a Firefox-ban lesz megnyitva, ami most majd így fog kinézni, ha megnyitod. Na most bemegyek a Facebookba. Én itt csináltam egy teszttermet. Egyébként, hogyha akartok tesztelni, akkor megadom ennek a
linkjét majd, a teszterem linkjét, és akkor ti is tudtok itt tesztelni. Mi is itt a Tibiékkel, meg az AP-kkal itt szoktunk tesztelni, tehát magyarul itt, hogyha kimegy a Facebookra, akkor ide fog ebbe a csoportba bemenni, ami arra lesz jó, hogy látjátok, itt vannak a sok tesztek, hogyha elkezdesz próbálgatni majd ilyen terem streamingelést, akkor mi is látjuk esetleg, hogy mit csinálsz, és hogyha valami kérdésed van, akár itt föl tudok majd tenni a streamingeléssel kapcsolatban, és akkor tudom neked segíteni bármiben. Ezt azért hoztam létre ezt a teszttermet, mert ide rakok már be egy képet, mert nagyon csúnya legyen, hanem kiírjuk, hogy egy nagy betű vagy teszterem. Jó, de lehet kérni egy fölvételt majd, és akkor itt tudtok tesztelni, ez nem megy ki majd sehova a nyilvánosra, ezt csak mi látjuk, így a csoport tagok, és akkor tudunk nektek segíteni. Oké, na, akkor azt mondja, hogy csinálni fogunk egy élő megosztást most, az abból fog állni, hogy bekattintasz ilyet, hogy élő videó. Most ez fontos, hogy a Chrome-ban nyisd meg, mert itt fog megnyílni már az adatfolyam kulcs, én azt vettem észre. Ugye most én megjelenek így kamerával, de nekem most nem egy ilyen kamerás megosztás kell majd, hanem egy csatlakozás gombot nyomod meg, hiszem a kamera, csatlakozás, oké, és itt ki fog jönni egy ilyen felület. Ez azért érdekes, mert nekünk ez az adatfolyam kulcs kell majd. Hogyha majd másik felületen akarsz megosztani, ugyanígy, vagy a saját oldaladon majd, akkor az másfajta kulcsot fog kiadni. Tehát itt ennek a csoportnak, a tesztcsoportnak az állandó adatfolyam kulcsa ez a link. Ez a link. Ez nagyon fontos, hogy ki kell másolni, és elővenni a Facebook streamert, és ide betenni. Én már betettem előre, hogy nekem most. Tehát ide betenni. Jó, ide betenni. Amikor ez készen van, akkor van ez a Facebook streamer kis ablakocska. Itt nyomni kell egy jobb egér gombot, és nyomni kell egy eltávolítást. Egy igen gombot, és itt ilyen fekete kocka fog kijönni. Nem kell tőle megérni. Megint nyomtuk egy jobb egér gomb, és hozzáadást. Nagyon fontos, hogy az előnézet bekapcsolását ezt mindig hagyjátok így, nehogy letöröljétek, mert akkor újra kell telepíteni a gombot, vagy a programot. Tehát itt ugye jobb egér gomb hozzáadás, és itt kiadja, hogy mit szeretnénk, hogy megosszon majd a Facebook streamer. Itt, hogyha lemegyünk egy picit nekünk, az ablak felvétel kell, és ide rákattintotok. Itt kijön ez, hogy ablak felvétel, ezt nem kell átnevezni, bár ha akarod átnevezheted, csak nyomj egy OK gombot. Megnyomsz egy OK gombot, és itt ki tudod választani, hogy mit szeretnél, hogy látszon a kezelőfelületen. Na most a szerint számításom szerint a Firefox az, ami mutatja igen. Tehát azért fontos ez, mert láttam a oktató videókat, ahol Chrome-ot mutatják meg. Most nem tudom, hogy az én gépem, vagy a videó volt rossz, de a lényeg, hogy a Firefox-nak a kezelőfelülete jelenik meg nagyon szépen. Tehát azt én is sokat kutattam, hogy hogyan lehet, ezt még a profik se csinálják, ezt csak nektek mutatom. Tehát ennek az a lényege, hogy, és azért kell kétszer majd megnyitni a termet, ugye ezért mutattam, hogy a Firefox-ban nyitod majd meg a termet, mert itt lehet már látni, hogy a terem képét mutatja ez a Facebook streamer. Jó, amikor ez megvan, akkor egy OK gombot nyomsz, és lehet látni, hogy itt tulajdonképpen, hogyha le akarod ellenőrizni, átmenjünk a Firefox-ba, látjátok, ez a terem, ahol még nyitva, még teljesen fehéren, mert mindjárt felöltöztetjük, ezt nyitotta meg a Facebook streamer, itt a kinyitom a Facebook streamer-t, akkor lehet látni, tehát ezt a termet nyitotta meg a Facebook streamer. Ennek azért van jelentősége, mert amikor átmegyünk mi a Chrome-ba, és a Chrome-ban megnyílt konferenciaterembe, akkor amit itt majd mutogatok, az nem fog látszani a terembe, a másik terembe, amit a nézők látnak, tehát nyugodtan barangoltak én az asztalon majd. Mindjárt mutatom, hogy élőben hogy megy ez.
Akkor én visszamegyek a teszt terembe. Jó. Akkor nyomok egy Facebook streamert, és elindítom a streamot. Na most még itt nem kell félni, nem fog kimenni még a streamerés, mert az el kell már az élő videók indítását is indítani. Csak egyszerűen benyomod ezt a stream indítás gombot, itt rányomok, és itt kapcsolódik. Picit várunk, és mindjárt látni fogjátok, hogy ez a kezelő felület itt meg fog jelenni. Hangsúlyozom, nem ment még ki, de nem indítottam még el a streamet. Itt betekeri mindjárt, és akkor meg lehet látni, hogy a Firefoxnak ez az, már meg is jelent, itt van, látjátok. Jó. Ahhoz, hogy kimenjen a Facebookra is, ahhoz majd az élő videó indítása gombot kell majd megnyomni. Na most még annyit, hogy ugye ez a program nagyon jó alkalmas arra, hogy egy szuper fölvételt, egy képernyő fölvételt tudjon csinálni arról, amit te megosztasz, tehát magyarul kistreamelsz a Facebookra. Oké, most egyelőre nem indítom el a felvételt, mert most ezt nem akarom fölvenni, mert egy külön másik felvevő veszem fel ezt, hogy nektek meg tudjam mutatni. Csak azért mondom, hogy nagyon jó az, amikor föl tudod venni magadnak, szuper minőségben, nem HD-ba, hanem annál még jobba, tehát lecsekkoltam szuper nagyon. A felvételeket egyébként, itt nyomsz egy file gombot, és a felvételek megjelenítése gombot, hogyha megnyomod, én most kitöröltem, akkor ide fogja tenni a felvételeket, amiket fölveszel. Csak most azért nem látszik itt, mert én most az elég kitöröltem őket, de tesztek voltak csak. Csak sokan kérdezték, hogy hova menti el. File, felvételek megjelenítése. És ott fog megjelenni majd a felvett adás. Ez nagyon jó, mert vissza lehet nézni nagyon jó minőségben majd. Külön is meg lehet majd osztani a Facebookon, amit csinálunk. Tehát ez egy szuper, de nagyon szuper. Levesz a vállunkra egy rengeteg terhet. Nem kell használni különböző kém programokat, meg Camtasia Studiót, meg stb. A felvételre. Na, akkor menjünk tovább. Ugye nekünk az a feladatunk, hogy most egy ilyen kis bemutatót csináljunk majd, és kistreameljük a Facebookra. Úgy, hogy tényleg ne látszom a kezelőfelület, csak az, amit a vendégek látnak. Visszamegyek a kezelőfelületre, ahol ugye fogom majd a... Oké, itt le is lehet tenni a... Csak mutatom, hogy itt le lehet tenni a tárcára egy ilyen kis kicsinyítéssel ezt a streaminget. Nem kell csinálni most egyelőre semmit majd vele. Elindult a stream, de még nem ment ki a Facebookra. Ahhoz, hogy kimenjen a Facebookra, majd mindjárt mutatom, hogy mit kell csinálnatok. Jó, ezt csak így lazán leteszed a tárcára, kész. Na, akkor most visszamegyek a Chrome-ba, ide, kezelőfelületre, és akkor bejövök ide hozzátok, én beszélj mostan. Oké, most itt láttok engem. Ja, még egy nagyon fontos dolgot, itt van a Facebook streamer, le kell venni a gépeteken is a hangerőt, a gépeteken is, meg itt, itt a mikrofon AUX-nál ezt le kell nyomni, ezt a stop gombot. Tehát itt megnyomod majd így a stop gombot. Így most megy a mikrofon, látod? Ha megnyomod, akkor meg nem megy. Így leállítod. Jó, úgyhogy ez az enyém, hogy ez egy piros legyen. Jó? A felvétel az asztali felvételt fogja majd, ami az asztalon kijön hang. Tehát ez azért fontos, hogy ne visszhangozzon be a terem majd, mert ugye kétszer vagyunk bejelentkezve. Jó? Na, egy éjszakát töltöttem ezzel, hogy mire rájöttem, csak azért mondom. Oké, ezt lazán akkor leteszed, ne felejtsétek el piros gombot megnyomni. Oké, leteszed, és akkor előveszed a bemutató anyagodat. Bemutatás. Most nem mutatom meg, hogy hogy töltesz fel anyagot, mert ez egy másik videó anyaga. Be van töltve ugye egy PowerPoint anyag, és elindítod. Oké, tehát betöltötte itt a kezelőfelületre a PowerPoint anyagot. Most nézzétek meg, hogyha átmegyek a Firefoxba, akkor ott nem látszik, látjátok a kezelőfelület, csak ez a szép nagy szűz, így mondhatnám, tiszta felület.
Itt ezt, ha akarjátok is, nagyíthatjátok is, akkor már ez fog egy kicsit így jobban ezt látszani, ezt itt lehet így mozgatni egy picit, hogy most mennyire szeretnél nagy lenni, kicsi lenni, tehát ezzel a picike kis csúszkával ezt lehet változtatni. Hangsúlyozom, ami itt megjelenik a Firefox-ba, az fog kimenni ugye a Facebookra. Jó, akkor visszamegyek a kezelő felületünkre, ami ugye a Chrome-ban van megnyitva. Oké, itt nem kell bántani a saját képedet, mert ezt csak te látod, hangsúlyozom, és ennek az a jó része, hogy nem látja más, hogy mondjuk ki van benne a teremben, ezt csak te látod, mert lehet látni, ez például én vagyok bent ugye kétszer. Jó, az adatvédelmi szempontból fontos majd, hogy ez nem menjen ki ugye a streamelésbe, ki van benne a teremben, hát ez egy új törvény. Oké, akkor leellenőriztünk mindent, és visszamegyünk a tesztterembe. És itt már látjuk, hogy ez meg van nyitva, és elindítom az élő adást. Na most, ahogy ezt a gombot megnyomom, utána gyorsan vissza kell menni ide a konferenciaterembe. Ugye azért jó ezt a három gombot itt tartani. Ugye ez maga az iroda belépés, ez a teszt, ez pedig maga a konferenciateremnek a linkje. Tehát itt megnyomod ezt az élő videó indítását, és szépen gyorsan megnyomod ezt a konferenciát. Jó? Akkor azt mondja, hogy élő videó, és rögtön a konferenciatermet megnyomod. Oké. Na most elindult a streaming, és lehet látni, hogy a streamingen, majd a videón, amit majd visszanéztek, lehet látni, hogy a ki streamingelt oldalon, amit a vendégek látnak, nem látszik a kezelő felület. Az egér az látszik, de a kezelő felület az nem látszik. El lehet egyébként az egeret is tüntetni, csak azt most nem pipáltam ki, de a lényeg az, hogy nem látszik a kezelő felület, ezt csak én látom, nem látszik a résztvevők listája, csak én látom, csak gyönyörűen maga ez a felület, és én látszom nagyobbba. Oké, itt nyugodtan el tudjuk indítani a bemutatóanyagot, akár ezzel a módszerrel, ami itt megjelenik, vagy pedig van itt egy kezelőpanel, ezt föl lehet nyitni, és nem ezzel a play gombbal, mert ez egy automata lejátszás, hanem ezzel a kettős nyillal, előre vagy hátra, így nézzétek, mutatom, tudod léptetni a PowerPoint anyagot. Hangsúlyozom, a streamingelt Facebook felületen nem látszik, hogy te itt mit mókolsz az irodába belülről. Oké. Na, tehát így lehet látni, hogy szépen működik a dolog. Jó. Na most lehet olyat csinálni, hogy ha szeretnéd, hogyha Facebookon is lásd azt, hogy mi történik, akkor csinálsz egy olyat, hogy itt ezt a kis picike kis kockát megnyomod, és akkor tulajdonképpen a Facebookot is meg tudod még egyszer nyitni. Most ezt nem nyitom meg, hogy nehogy elszálljon a fölvétel, de ott pedig kitörod ebből a kicsi ablakba, és akkor látod, hogy a Facebookon mi megy. Tehát mind a kettőt tudod nézni egyszerre is. Én ezt úgy oldom meg egy kicsit stílusosan, hogy itt van előttem egy laptop, mögötte egy monitor, tehát én két monitorra dolgozom, egyiken látom, hogy mi megy a Facebookon, tehát le tudom ellenőrizni, hogy mit streamelek ki, ott milyen hozzászólások vannak a Facebookon, ami nagyon tetszik egyébként, mert interaktívvá tudom tenni a tréninget, úgyhogy tulajdonképpen nem is kell a terembe behívnom senkit, hanem maga a bemutató anyagok mennek a terembe. És hát egy teljes körű ilyen stúdiót építettem fel tulajdonképpen magamnak. Csak mondom, 25 dollárért ez működik, de el lehet adni, hogyha valaki el szeretné adni, csak a termet is 10 dolláros árért el lehet adni. Ez csak így a reklám helye, hogy kicsit reklámozok magunkat. De a lényeg az, hogy ezzel egy komplett előadást tudtok úgy tartani, hogy közben a gépeteken
mindenféle műveletet végrehajtatok, nem megy ki a streamelésbe. Ezt még a profik se csinálják, ezt mi is úgy loptuk össze a tudást, úgyhogy használjátok. A videót mindjárt megmutatom, hogy ugye mit csináltam erről az egészről, hogy mit látnak a streamelők, vagy a vendégek, és mit látsz te, ezt is fogod látni majd a videón. Na, hát remélem tudtam segíteni. Még visszamegyek a Facebookra egy pillanatra, a tesztterembe. Oké, most nem tudok visszamenni, mert közben elkalmoltam. A lényeg az, hogy amikor a Facebookra visszamész, akkor le kell állítani majd, hogyha mondjuk le szeretnéd állítani a teszt terembe. Oké, itt már vissza is mentem, és akkor az élő videó befejezésére kell egy gombot nyomni, és innentől kezdve befejezés. Jó, és egy kész gombot nyomsz. És már kinn is van a Facebookon. Jó, egy frissítés kell, ugye már még a módban van ez a dolog. Nyomsz egy F5-öt, és lehet mindjárt látni. Oké. Tehát itt van az a kis streamált anyag, amit az elé föltettem. Ugye 4 perce voltam kint, és itt már el is indult az az anyag, amit fölvettem most nektek. Nagyon fontos, hogy fölveszi magától is a Facebook, csak nem lesz olyan jó minőség. Ha megnyomod a felvétel gombot ugye itt a streamingnél, a felvétel indítását, akkor ebbe a fájlba, a felvételek megjelenítésébe, tehát ebbe fogja elmenteni, és akkor bármikor visszanézheted, vagy akár újra megoszthatod. Oké, na most akkor nézzük meg, hogy mit csináltunk, ugye mit streameltünk ki a Facebookra. Mindjárt el fogom indítani. Le fogom venni majd a hangot, hogy ugye ne zavarjon be. Tehát és leveszem itt a hangot, és mindjárt fogjátok látni, egy picit beletekerek, hogy nem látszik a kezelőfelület egyáltalán, hanem csak az látszik, amit én szeretnék megmutatni, mindegy, kicsit be, így, tehát csak az látszik, amit én szeretnék megmutatni, tehát maga ez a felület, semmilyen kezelőfelületet nem láttok itt. Itt én mondom a mondókámat, és profin be tudom mutatni azt, amit szeretnék, ugye a Facebookon ki streamelni, nem kell mindenféle kezelőfelülettel bajlódnom. Ráadásul betartom az adatvédelmi törvényeket, tehát nem látszik az, hogy esetleg van be valaki a teremben. Na, hát sziasztok, remélem tudtam segíteni, jó streamingelést és jó üzletépítést. Sziasztok!